A Link hálózati tagok legfontosabb célkitűzése, hogy az európai vidékfejlesztésben tevékeny szakemberek évente legalább egyszer találkozzanak és megismerjék a vendéglátó ország sajátosságait. Az idén 7. alkalommal megrendezett konferenciának Magyarország, a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület adott otthont. Az esemény több mint 3 éves előkészítő és 1 éves szervezői időszak előzte meg. Dear Link participants, welcome here in Hungary. Welcome to actually my hometown at Dabas. We welcome Austria. We welcome Germany. Estonia, Észország. Finland, Finnország. Welcome here. Ireland, Írország. Italy, Olaszország. Spain, Spanyolország. Latvia, welcome here, Lettország. Romania, Romania, nice to meet you. Slovakia. Minden országnak, minden nemzetnek megvannak a maga sajátosságai. A történelme minden nemzetnek egyedi. Each and every country has its own characteristics. The history of each and every nation is unique. A mi történelmünk, a mi életünk úgy alakult, hogy Magyarországon van egy világváros, egy nagyváros, és mellette sok-sok apró település, sok-sok kis település, melyek között a fejlettségi különbség igen nagy. The history and the development of Hungary is such that there is one major metropolis, and alongside with that one metropolis, there is a multitude of small, scattered communities, among which characteristically there are great disparities. Ennek a település szerkezetnek következtében mi igazán érezzük azt, hogy mi is fontos a vidékfejlesztésben, hogyan is kell elindulni, hogyan is kell lépni azért, hogy az ország minden szegletében az ott élők otthonra találjanak saját településükön. It is due to this characteristic feature of community and settlement structure that we attribute great importance and significance to rural development. This is why we feel it is of utmost importance to do everything we can to ensure that wherever you go in the country, people feel comfortable and at home. Természetesen szükség van a kormányzat döntéseire, szükség van arra, hogy a kormánynak legyen elképzelése a vidék fejlesztésére, de ugyanakkor nagyon nagy szükség van arra, hogy helyben olyan szervezetek legyenek, akik tudják, hogy mit szeretnének ők ott a saját szülőhelyükön. Obviously, government decisions and the commitment of the government is necessary as well as a concept for rural development, but equally important are the locals and the local knowledge and local ideas in terms of what they would like to see in their region. A líder szervezetek, a líder csoportok azok, akik a kisebb közösségekben felmérik az igényeket, akik nap mint nap az emberekkel találkozva leszűrik azt, hogy mire van szükség, és ezt az igényt tudják közvetíteni a kormányzat felé, illetve a pályázatokon igyekeznek ehhez szükséges forrásokat elnyerni. It is the leader organizations and the leader groups that have first-hand knowledge from the local areas and that understand the needs of the locals
and what people in the local communities are in need of. And it is these leader organizations that can pass on such information to the government and that can be instrumental in making the opportunities available. Thank you.
Először engedjék meg, hogy elsőként a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület számára fejezzem ki tiszteletem és elismerésem a konferencia megszervezéséhez. First and foremost, I would like to express my appreciation and respect to the Association for Rural Development of the Felső Homokhátság for organizing the conference. Úgy gondolom, hogy az egyesület munkássága, céltudatossága és összefogásra való képessége példaértékű lehet minden résztvevő számára. I think that the ambition, the focus and the willingness to cooperate as demonstrated by the association sets a good example to every one of us. Napjainkban nagy problémát okoz a vidéki térségeinkben és a településeken a falvakban élők elvándorlása. Today, the migration away from rural areas and villages represents a great challenge. Magyarország kormánya a folyamat megállítása érdekében számos olyan intézkedést vezetett be, amely hozzájárul a vidéki életminőség javításához, valamint ahhoz, hogy a kis települések fejlesztési elképzelései megvalósulhassanak. To halt or to reverse the process, the Hungarian government has introduced a number of measures aimed at improving the quality of life in rural areas and to help the small communities implement their development goals. Az előttünk álló időszakban fontos célkitűzés, ha nem a legfontosabb, hogy a vidéki térségekben megőrizzük a munkahelyeket és újakat teremtsünk, olyanokat, amelyek biztos megélhetést jelentenek. A major objective during the period ahead of us, if not the most important one, is to create jobs and to preserve the existing ones. And we are talking about jobs that mean and a secure sustenance. Többek között a LEADER programok keretében is hozzáférhető támogatások kiemelkedően jó lehetőséget biztosítanak ezen célok elérésére, hiszen a helyi akciócsoportok, vagyis a közvetlenül a terepen dolgozó vidékfejlesztési csoportok élhetnek ezzel a lehetőséggel. The funding available within the LEADER program is of paramount importance, since the local action groups, i.e. those working in the field, are the ones who can actually benefit from these opportunities. A Link Event esemény minden évben más-más országban kerül megrendezésre, annak érdekében, hogy a résztvevők megismerkedhessenek az adott régió értékeivel és sajátosságaival. Magyarország ebből a szempontból rendhagyó állomás volt, hiszen a programot a visegrádi országokból érkező partnerek számára külön elemekkel sikerült kiegészíteni, erősítve ezzel a közép-európai résztvevők között az együttműködést. Egy olyan településen köszöntetem Önöket, ahol 17 ezeren élünk, és az a régió, amely vendégül látja most ezt a konferenciát és megpróbálja a programokat megszervezni, itt összesen közel 100 ezer ember él, mi vagyunk a vendéglátók. So you are in a town of 17,000 inhabitants, and this is the seat of a region with nearly 100,000 inhabitants, and we are your hosts. Ezek a számok azért érdekesek, mert a középkorban ez a vidék, ez a régió, ennek a településnek a földrajzi helye gyakorlatilag lakatlanná vált az Oszmán Birodalom pusztítása miatt. The reason why these figures matter is because during medieval times this region where we are right now became almost uninhabited because of the Turkish Ottoman occupation. A 17. században újra népesült, ez a település, mint mondtam, 17 ezres, ez a térség, ez a régió, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület települései, közösségei, civil szervezetei együtt közel 100 ezer embert alkotnak. The region was once again inhabited in the 17th century, and the town, as I said, has some 17,000 inhabitants, whereas the region, the Felső-Homokhátság, numbers nearly 100,000 inhabitants. Egy olyan település polgármestereként köszöntetem Önöket, ahol most már évről évre többen születnek, mint amennyien meghalnak.
And I'm proud to welcome you as the mayor of a settlement, a town where now year on year more people are born than die every year. A születések mellett nagyon fontos az, hogy itt is maradjon az ide születő vagy az ide költöző lakosság. Ezért fontos a település megtartó ereje. What is also very important though, in addition to the number of births, is that those who are born here should also stay in the area, hence the importance of the power of the community, of the settlement to retain its inhabitants. Településünk és régiónk földrajzi fekvésén túl annak is köszönheti megtartó erejét, hogy az elmúlt években, különösen a rendszerváltás óta nagyon sok Európai Uniós forrásból és nemzeti forrásból nagyon sok fejlesztést valósíthattunk meg. Besides the geographic conditions and characteristics of the region, part of the reason for the fact that we managed to keep our inhabitants is that especially since the political changes in the early 1990s, a great deal of developments have taken place here, partly relying on European Union funding, partly relying on state government funding. Különösen gazdag programokat valósítottunk meg, és nemes célokat tűzhettünk ki a LEADER program keretében, amelyekben részt vettek természetesen a civil szervezetek, az önkormányzatok és a gazdasági szereplők is. Ez az együttműködés eredményezi többek között azt, hogy ez a város, ez a település és ez a régió dinamikusan fejlődik, és vonzereje van, megtartó ereje van. We have implemented ambitious programs and objectives also as a result of the LEADER programs in which NGOs as well as the local governments and economic players have participated, and all of these have resulted in the dynamic development of the region, hence the power of the area to retain its inhabitants. Városunknak széleskörű nemzetközi kapcsolatai vannak, Közép-Európában szinte minden országban van testvérvárosunk, de a világ legkülönbözőbb pontjain is bírunk ilyen testvérvárosi kapcsolatokkal. Ezért is örülök annak, hogy ez a konferencia itt kerül megrendezésre, itt Dabason és ebben a régióban, ebben a térségben, bízom benne, hogy újabb barátokra találunk Önökben. Dabas town has twin cities in almost every country in Central Europe and in Europe, but also we have extensive twin city relations elsewhere worldwide. And this is part of the reason why I'm particularly pleased that we are the hosts of this program, of the Dabas conference, because we are hopeful to gain new friends through this event. Thank you.
period 2007 to 2013, we had no possibility to meet on European conferences. A 2007-2013-as időszakban nem volt arra lehetőségünk, hogy európai konferenciákon találkozzunk. So we tried to create an innovative way to get together, and this was the number one of Link in Austria in March in 2010. Ezért egy innovatív megoldást kerestünk arra, hogy találkozhassunk, együtt lehessünk. Erre az alkalom 2010 márciusában Ausztriában adódott. The key of success for Link for sure was to do this idea with partners. A Link sikere mindenképpen a partneri együttműködésben keresendő. So we met with partners from Germany, Estonia, Finland, and a different like in Austria, Osttirol. Úgyhogy együtt összetalálkoztunk, és együttműködést kezdtünk a partnereinkkel Németországban, Észtországban, Finnországban és Ausztriában, például Kelet-Tirolban. And as we see tonight, Link became a success. És amint arról a ma este is tanúskodik, a Link egy sikertörténetté vált. So wish all participants good discussions. Úgyhogy szeretnék valamennyi résztvevőnek jó eszmecserét kívánni. Take the good ideas and friends home. Vigyék magukkal haza majd a jó ötleteket és az új barátságokat. The Link partners each year meet in November in Vienna. A Link partnerek minden évben novemberben Bécsben találkoznak. And evaluate this idea. És értékelik a gondolatot. Thank you to everybody who participates here on Link. Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki részt vesz itt a Link eseményen. Thank you Judith and your host team. Szeretnék köszönetet mondani Juditnak és a házigazda csapatának. Thank you very much. Köszönöm szépen. A résztvevők a regisztráció során kiválaszthatták a felkínált programelemekből a számukra leginkább érdekesnek mutatkozó témákat, így a programok során főként olyan kollégákkal találkoztak több alkalommal, akik hasonló érdeklődési körrel választottak a programok közül. A háromnapos programban biztosított kötetlen beszélgetések során könnyű áthidalni a szakmai hierarchiából vagy a párhuzamosságokból adódó kommunikációs nehézségeket. Egy közepes angol tudással rendelkező résztvevő is nagyon sokat tanulhat a gyakorlati programokból és projektlátogatásokból. 2010-ben vettünk részt először, mivel akkor szervezték meg először Tirolban, Kirchherben az első ilyen Link konferenciát, ami tulajdonképpen a vidékfejlesztő szakembereknek egy szakmai két napja. És akkor éreztük meg, hogy nagyon fontos találkoznunk és eszmét cserélnünk, mert európai vidéken nagyon hasonló problémák vannak, de a megoldások és az ötletek nagyon különbözőek, és nagyon sokat lehet egymástól tanulnunk, hogy még hatékonyabban, egyszerűbben és elkötelezettebben tudjunk dolgozni. Milyen időszerű kérdések lehetnek most egy ilyen konferencián? Tudom, hogy még csak ma kezdődött, most érkeztek a vendégek, de hogy nagyjából milyen témákat fognak érinteni az elméleti előadások során? Hát teljesen biztos, hogy fogjuk érinteni az elmúlt uniós fejlesztési ciklus zárását követő kiértékeléseket, illetve azt a kelet-európai űrt, ami most azért támadt az elmúlt egy évben, és ugye nagy várakozással vagyunk a következő kidolgozott fejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatban. A nyugat-európai országokban már most is történnek fejlesztések, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ebben a második ciklusban milyen változások vannak, mire kell odafigyelni. A Link 2016 event házigazdái bíznak benne, hogy az itt megjelent közel 300 vendég jó hírét viszi a régiónak, és felkelti az érdeklődést a Budapest őszomszédságában lévő vidéki turisztikai értékek, a vidéki szolgáltatások iránt. A Dabasi és a Ráckevei járás települései a program megvalósításának következtében helyet kaptak Európa térképén.
Az itt megjelent közel 300 vendég még remélhetőleg sokáig emlegeti a háromnapos program során szerzett élményeit, és ahogy azt többen is megerősítették, visszatérnek újra. Okay, I have three main messages I want to get across before you can go off and have your meals and enjoy yourself. And I'm the last one, I think, so. Három fontos üzenetet szeretnék átadni önöknek, és úgy tudom, hogy én vagyok az utolsó, aki szól önökhöz, úgyhogy csak én állok itt önök és a jól megérdemelt vacsorájuk között. I don't know how many of you know, but about a week ago there was a very important conference in Cork, which brought together just about all the rural stakeholders across Europe. It was to celebrate 20 years after the first Cork conference, which really set the tone for rural development in Europe. Nem tudom, hogy hányan vannak önök közül tisztában azzal, hogy körülbelül egy héttel ezelőtt egy nagyon fontos konferenciára került sor Corkban, ahol is szinte valamennyi érintett részt vett, és a konferenciának az apropóját az adta, hogy a 20 éves évfordulóját ünnepeltük annak a folyamatnak, amelyik valóban útjára indította a vidékfejlesztést. The Cork conference produced a declaration which we hope will also set the tone for policy way after 2020. A Corki konferencia elfogadta a Corki nyilatkozatot, amely reményeink szerint hát meghatározza az üzenetet, illetve az irányvonalat a 2020 utáni időszakra is. And the first message is that the declaration strongly supports the leader approach. Ennek a nyilatkozatnak az első üzenete az, hogy komoly támogatást nyújt, nagymértékben támogatja a líder megközelítést. Okay, the second message I wanted to make is that leader is not a delivery system for providing standard rural development measures. A második üzenet, amit szeretnék megosztani önökkel az, hogy a líder nem egy szabvány, kész megoldásokat kínáló rendszer. It's a tool for working with people to mobilize potentials, as the Cork Declaration says. Hanem egy olyan eszköz, amelynek a célja, feladata az, hogy a vidék potenciáját mobilizálni lehessen, ahogy azt a Corki nyilatkozat is megfogalmazza. The idea in the last period, when LEADER was mainstreamed, was that the seven principles of LEADER would be applied and could usefully improve the other measures. In fact, what happened was that the rules and procedures of the other measures were increasingly applied to LEADER. Az eredeti elgondolás az volt, hogy a LEADER hét fő gondolatát lehet az egyéb intézkedésekre egyre inkább kiterjeszteni. Ezzel szemben az történt, hogy az egyéb intézkedéseket alkalmazták egyre inkább a LEADER-re vonatkozóan. The third point I wanted to make, and that's the last one, is that cooperation is mainly about exchanging, transferring, and adapting and assimilating knowledge, rather than creating large number of jobs or producing lots of physical outputs. A harmadik üzenet, amit szeretnék önökkel megosztani, pedig az, hogy az együttműködés leginkább, vagy elsősorban a tudáscseréről, a tudás átadásáról, alkalmazásról, alkalmazkodásról, illetve asszimilációról szól, nem pedig nagy látványos munkahelyteremtésről, illetve fizikai termék előállításról. With the speed of changes that are happening in Europe today, rural businesses, farmers, local authorities, civil society organizations, research organizations have a huge need to share their knowledge and to transfer and adapt it in ways that work in different contexts. A mai gyorsan változó világban egyre nagyobb fontossága van annak, elengedhetetlenné válik az, hogy a vidéki vállalkozások, a gazdálkodók, a helyi hatóságok, a civil szervezetek és a kutatóintézetek megosszák egymással a tudásukat, alkalmazkodjanak a változó világhoz, a változó környezethez. Azt gondolom, hogy
vannak benne lehetőségek, mint ahogy egyébként a vidékfejlesztésben hatalmas lehetőségek vannak. Ha csak abba belegondolunk, hogy az Európai Unióban a földterületnek, az unió területének mindössze csak 10%-a az, ahol nagyvárosokban laknak, vagy annak az agglomerációjában is. Maga a vidék az 90%, és egyébként a népességnek pedig valamivel több, mint a fele vidéken lakik, akkor ez egy hatalmas embertömeg, egy hatalmas fejlesztésre váró terület. Sajnálattal azt is meg kell állapítanunk, hogy általában a nagyvárosokban könnyebb munkához jutni, magasabbak a bérek, nagyobbak bizonyos tekintetben a lehetőségek. Ezért van az, hogy a vidék felzárkóztatásra szorul, hogy vidéken támogatásokra van szükség ahhoz, hogy ott megtartsák a lakosságot. És jók ezek a konferenciák is, hiszen tapasztalatokat lehet szerezni, hogy ott milyen programok indulnak, éppen azért, hogy a vidék meg tudja tartani a lakosságot, a vidék fejlődjön. És még kialakulhatnak olyan személyes kapcsolatok is, ahonnan egyébként közös programok indulhatnak, és talán eljut odáig egy-egy ilyen kapcsolat, hogy maga egy-egy vállalkozás kapcsolatokat szerez, és valami gyümölcsöző dolog lehet ebből magában az üzleti életben is. Magyarországon is az a célunk ezzel 2004 óta, hogy a vidéket fölzárkóztassuk, és ugyan elmondtam azt, hogy vidéken bizony vannak problémák munkahelyekben, bérekben, mégis azt gondolom, hogy egyébként a vidéknek hatalmas előnyei vannak. Ha csak itt Dabas és környékén körülnézünk, vagy a Ráckevei térségben, azért vidéken nyugalom van, a vidék élhető, vidéken vannak nyersanyagtartalékok, vidék meg tudja termelni az élelmiszert, tehát a vidék nyugalmat áraszt, a vidéken lehet pihenni. Tehát én azt gondolom, hogy vidéken jó élni, erről is szól ez a találkozó. Ez egy olyan terület, amit érdemes fejleszteni, és Európának egy értéke, egy kincse a vidék, és ezen belül a magyar vidék is. Én például egy nagyon nagy eredményt várok ettől, hogy most itt Európa 21 országából 300 ember van itt, a kétfős küldöttségtől a 20 fősig. Ma azért tudomásul kell vennünk a mai európai politikai helyzetben, hogy bizony sok helyen, sok sajtó hát negatív színben tüntet fel minket. Innen most úgy fog hazamenni 300 ember, hogy azt látja, hogy a magyar emberek normálisak. A magyar emberek normálisan gondolkodnak az életükről, a városukról, a településükről, be tudják mutatni azt, hogy itt milyen tájházak születtek, milyen vállalkozások kaptak pénzt, milyen turisztikai látványosságok születtek, amelyek az idegenforgalmat generálják, és eleve megtapasztalják a magyar emberek vendégszeretetét és kedvességét. Ez egy hatalmas üzenet, én ezt mint egy eredményt várom ettől a háromnapos konferenciától, és minden ilyen alkalmat meg kell ragadni, amikor egyébként Magyarország be tud mutatkozni, hogy az a sokszor negatív kép, amit lefestenek minket a mai európai politikában, az egyáltalán nem igaz. És még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a háromnapos találkozó konferencia, ez talán lehetőséget ad arra is azt kidomborítani, hogy ma, amit egyébként Európáról gondolunk, hogy mit gondolunk Európáról a múltban, és mit várunk el tőle a jövőben, hogy egy keresztény Európa, az, amit mi vízionálunk, hogy majd még évszázadokon át fölmarad, annak egyébként a bölcsője a vidék. A magyar vidék is, meg az európai vidék is. Európa vidéki területein van még ott meg az a kultúra, ahol még az emberek úgy gondolkodnak a családról, nemzetről, hazáról, mint ahogy egyébként mi is gondolkodunk, és ez egy fontos üzenet ennek a vidékfejlesztési konferenciának, hogy az európai kultúra megmentése is a vidékre vár, nem pedig a multikulturális nagyvárosokra. Today it's the 7th year we have gathered together for LINK. LINK is a bottom-up initiative and the only annual leader conference organized by local action groups in collaboration with national rural networks. Ez a hetedik alkalom, hogy a LINK égisze alatt összegyűltünk. A LINK egy alulról szerveződő kezdeményezés, és olyan évente megrendezett líder konferencia, amit a helyi akciócsoportok szerveznek együttműködve a vidéki hálózatokkal. A main idea behind LINK is to get informed, to get inspired
and to get involved. A link fő gondolata az inspirálódás, a tájékozódás és a részvétel. Throughout 7 years, Link has provided us common platform to come together, to have meaningful discussions. We have found cooperation partners and started up new projects that has brought value to our areas. A 7 év alatt a Linknek sikerült közös platformot biztosítania a találkozásra, a tartalmas eszmecserékre, és együttműködő partnereket találtunk, olyan projekteket indítottunk, amelyek megoldást nyújtanak a közösségeinknek és a vállalkozásoknak. When I asked from my Estonian colleagues from local action groups, what kind of value you have received thanks to participating in Link conference, I got an answer that the value has been even bigger than they expected at the beginning. Amikor megkérdeztem az észt helyi akciócsoportokat, hogy milyen érték származott számukra a Link konferencián való részvételből, azt a választ kaptuk, hogy a Link hatása még nagyobb volt, mint amire a kezdetekkor számítottak. Additionally to transnational cooperation projects, Link has brought us together as rural Europeans and let us feel our common values. A nemzeteken átívelő együttműködés mellett a Link segítséget nyújtott abban, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz vidéki európaiként, és rávilágított, felerősítette a közös értékeinket. I am very proud of being part of Link community, where we have always valued smart, innovative solutions, and at the same time we have given importance to our traditions and uniqueness of all our areas. Nagy büszkeséggel tölt el az, hogy a Link közösség tagja lehetek, ahol is mindig nagyra értékeltük az intelligens, innovatív megoldásokat, ugyanakkor szem előtt tartottuk a hagyományainkat és az értékeinket is. Following days will give again us good possibility to learn from each other and to go home with lots of good ideas that are useful for our communities. A következő napokban ismét lehetőségünk lesz arra, hogy sokat tanuljunk egymáshoz, és olyan új ötletekkel, gondolatokkal gazdagodva térjünk haza, amelyeket a közösségeink hasznára fordíthatunk. I wish you a successful conference and enthusiastic, open-minded learning process. Sikeres konferenciát kívánok valamelyiknek, és egy lelkes, nyílt szellemű tanulási folyamatot. Viva Leader, viva Link, viva Hungary and Dabas! Éljen a Leader, éljen a Link, és éljen Magyarország és Dabas!